is sok gyönyörű helyünk van, mint ahogy a tavalyi év is megmutatta, az ingyenes turista napokon számos székesfehérvári vette ezt igénybe, és ők maguk is megtöbbentek, mert nem gondolták, hogy Székesfehérvárnak ennyi, ezek szerint eddig rejtve maradt tartott kincse van. De ebben az évben természetesen az új szenzációval jöttünk ki az utazás kiállításra, mégpedig az idei évben nyitunk egy új kulturális intézményt, a Hetedhét Játékmúzeumot. Tulajdonképpen nem ez a nagy bejelentés, az majd polgármester úr és a Deák-Képtár igazgatója Székesfehérváron a megnyitó előtt megtartja, ezt inkább egy beharangozónak szánjuk, hiszen tudjuk, hogy ma minden a marketingről szól, a kommunikációról, hogy az utazás kiállításunk középpontjában a Székesfehérváron a Hetedhét Játékmúzeumot hozta. Május 11-12-ére tervezzük ennek a megnyitását. Természetesen lesz ennek egy protokolláris része terveink szerint, de szeretnénk ezt a város gyermekeinek megnyitni, szeretnénk, ha ők is részesülhetnének ebből a napból, úgyhogy egy nagyon komoly, egész napos, estében nyúló nagy, mondjuk egy kisebb fesztivállal, nagy rendezvénnyel várjuk majd nem csak a székesfehérváriakat, hanem hát azért vagyunk itt, hogy a közeli városok, vagy a távolabbi városok, akár az országhatáron kívüliek is, Szlovákia, a környező országok vendégei is jöjjenek el, hiszen egy olyan gyönyörű gyűjtemény van a birtokunkban, ami méltán mondhatjuk, hogy Európában is egyedülálló, és egy olyan múzeumot nyitunk meg, amely az országban is egyedülálló, nagyon szép, interaktív módon mutatja meg a játékvilágot. Nem ez a nagy bejelentés. Tehát május 11-12-ére tervezzük a nyitást, ezt inkább egyfajta felvezetésnek szánjuk. Azért szeretnénk természetesen róla minél többször beszélni, hogy az információ találjon, elmenjen, megtalálja az érdeklődőket. Május 11-12-én nem csak egy protokoll megnyitóra készülünk, hanem a gyerekekre is készülünk. Egy hatalmas, nagy, egésznapos estébe hajló, nagyon izgalmas, kisebb fesztivállal, rendezvénnyel várjuk a gyerekeket az Oskola utcában, a Himerházban. Tehát ezt felvezetésnek szánjuk, természetesen fogunk majd egy sokkal komolyabb a gyűjtemény művészeti szempontból is bemutató nagy sajtótájékoztatót tartani, de azért is hoztuk el ezt az utazás kiállításra, mert természetesen most a város határain túlról is szeretnénk ezt felmutatni, jöjjenek hozzánk az ország különböző városaiból, vagy akár országhatár túlról is. Nem lenne túl szép dolog, de már indokolt lenne, hogy azt mondanám, hogy az ország legszebb vidékének stadionjainál állunk itt, és azt nyitjuk itt most meg, hiszen Egyektől egészen Sümegyig minden olyan térség itt stranddal képviselheti magát, amely méltó arra, hogy az ország bármely pontjáról eljöjjenek ide és pihenjenek. Már turisztikailag egy meglehetősen kiemelt térség, hiszen akár a Balaton, akár a Velencei tó környékét nézzük, akár a Pértestől beszélünk, akár a Makonyról, ezek ismert vidékek Magyarországon. Én azt hiszem, én sem lehetünk elégedettek azzal, ahogy most ma Magyarország idegenforgalmi térképen ezek a térségek elhelyezkednek. Hiszen azt látjuk, hogy egyre rövidebb a nyár, másfél-két hónap alatt kell gyakorlatilag az itteni vállalkozóknak a nyári szezon eredményeit hozni. A tél az nem igazán indítja be a turizmust ezen a vidéken, és a két másik évszak, a tavasz és az ősz is inkább csak ilyen családi kirándulásoknak, nem pedig hosszabb ittartózkodásoknak ad időkeretet. Városok, települések, tájegységek nem egymással szemben fogalmazzák meg magukat, nem egymással szemben fogalmazzák meg az előnyeiket, vagy próbálják oda csábítani a turistákat, hanem pontosan arra törekednek, hogy összefogva egy olyan összefüggő térséget alkossanak, ahol mindenki, aki a térség egyik pontjára ellátogat, kedvet kap ahhoz, hogy átmegyen a másik részre. És valaki elmegy a Korda Stúdióba egyekre, hogy megnézze, hogy milyen a mai magyar filmművészet intézményi és tájvédi környezete, kapjon kedvet ahhoz, hogy elmenjen a Velencéből, elmenjen a Balatonhoz, igyon finom volt, és végül Sümegen fejezze be ezt a kirándulást egy lovag. A kultúra milyen módon tud hozzájárulni a turizmushoz, hogy milyen olyan programokat tudunk indítani ebben az évben, amelyek a kultúrát, vagy a gazdasági forrásokat, turisztikai forrásokat kiegészítik. A Nemzeti Kultúrás Alapban nem olyan régen jelentettük meg
azt az új fesztivál pályázatunkat 460 millió forintos kerettel, amelyre a legnagyobb magyarországi kulturális fesztiválok pályázhatnak, köztük olyanok is, amelyeket a mi régiónkban tartanak meg évek óta, gondoljon csak a Veszprémi, a Velencei Tóbjönék és egyéb más rendezvényekre. Én arra biztatom önöket, hogy kövessék figyelemmel azt a munkát, amit a Nemzetek Utasában végzünk, és amely lehetőséget teremt arra, hogy kulturális forrásokat úgy állítsunk a turizmus szolgálatában, hogy meg tudjuk mutatni, milyen jelentős kulturális értékeik vannak, milyen jelentős kulturális művek, alkotások, művészeti alkotások jönnek létre. A Székesfehérvár az egyik legősibb városunk, ugye, és legősibb székvárosunk, tehát ebből a szempontból mindenképpen kitüntetett helye van a magyarországi turizmusban. Elsősorban én úgy gondolom, hogy a minőségi turizmusban, ami azt jelenti, hogy azok a turisták, akár belföldi, akár pedig külföldi turisták, akik érzékenyek a történelem és a kultúra iránt, az ő számukra lehet kedvelt úti célja elsősorban Székesfehérvár. És önmagában ez a térség is, hiszen akár Esztergomot nézzük, akár Veszprémet nézzük, ahogy a régió neve is mutatja, királyi régió, tehát tele van olyan királyi székvárosokkal, amelyek remekül felfűzhetők közös programok mentén. Én úgy hiszem, hogy egy esetleges együttműködéssel további hasznokat lehet még ebből nyerni. Fehérvár és Veszprém között hagyományosan jó a viszony és a kapcsolat. Én úgy gondolom, ez, eznek közös idegenforgalmi fejlesztésében és turisztikai fejlesztésében is meg kell nyilvánulnia.